Jó napot kívánok! Köszöntöm Önöket Fótról, ahol a Magyar Lovasterápia Szövetség a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat védnökségével és támogatásával immár 17-szer rendezte meg nemzetközi és nemzeti díjlovas versenyét és lovasterápiás versenyét, vagyis egy időben, egy komplexumban egyszerre versenyeztek ép és fogyatékkal élő sportolók. A részletekről az esemény házigazdáját kérdeztük. Elnök úr, egy évvel ezelőtt beszélgettünk itt utoljára, akkor egy nagyon nehéz esztendő volt a Covid miatt. Még az is kérdés volt, hogy egyáltalán meg tudják-e rendezni a versenyt. Most így 2021-ben mire számíthatunk majd ezen a versenyen? Hát az az igazság, hogy a Covidon nem vagyunk túl, tehát most is vannak különböző problémáink. Készülünk a tesztekre, a vizsgálatokra, mindenkinek kell hozni védettségigazolványt. De azt remélem, hogy talán idén már egy kicsit egyszerűbb lesz, mert sokan oltottak, talán idén egy kicsit egyszerűbb lesz, mert sokan túl vannak már a fertőzésen, úgyhogy elég sok bajunk van már itt előtte, nyilván közben is lesz egy-kettő, de annyira lezárjuk az intézetet, hogy egész biztos, hogy senki nem fog megfertőzni senkit sem. Viszont azt néztem a rajtlistákon, hogy mind a versenyzőknél, mind a bírók tekintetében, ami nem lényegtelen, komoly nevek vannak. A szerencsére tavaly is volt, tehát ez a verseny arról híres, hogy a világ legjobb bírói vannak itt, sok országból. Mindig is így volt, idén is így lesz, úgyhogy én azt gondolom, hogy ebből a szempontból semmi változás nincs, hanem csak simán egyszerűen nagyon sok ismert bíró újból és újból visszatér. Van egy-kettő, aki új, de hát mindig van egy-kettő, aki új. Vincent Marshall belga versenyzőt láthatjuk, aki kalibrált lovagolja az Inter 1 zenéskörben. A szinte mély jeleget mutató sárgával energikusan és mégis könnyedén hajtja végre a feladatait. A kategória feladatainak bemutatása kötelező, de azok sorrendje nincs meghatározva, minimum egyszer, de tetszés szerinti számban is be lehet mutatni azokat. Nagyon energikus nyújtott üketést látunk, nagy lebegő fázissal, ütemesen, egyenletesen, könnyű kézzel, és jól látható átmenetekkel lovagolták meg ezt a feladatot. És egy ügetésben féloldalazással folytatódik a program jobbra. Ütemes, egyenletes, szépen keresztbe az épnek a lábak elől és hátul. Egy pillanat alatt átváltott a balkezes oldaljárásra, szépen állítva, hallítva van a ló. Érzékelhető volt, hogy a mozgás lendülete mind az előre, mind az oldalirányú feladatban töretlen maradt. Ebben a feladathoz jól megválasztott zenének is komoly szerepe van. A körben minden lovas saját maga által összeállított programot mutat be, és az azt kísérő zenét is ő választja meg hozzá. Az említetteken túl további három szempont alapján a lovas a technikai pontok mellett művészi pontokat is kap. Sorozatugrásváltást látunk minden második ugrásra, egyenes, magas. Igen ám, viszont itt egy nagyon nehéz átkötést láttunk, hiszen a sorozatugrásváltásból pirüettet lovagol a lovas, ráadásul 720 fokost, viszont a lovast és a lovát dicséri, hogy a piruettben is talpon tudtak maradni, nem is akárhogy. A belga versenyző azon négy versenyző közé tartozik, aki 14 éves heléletje nyergében mind három napon megnyerte a versenyszámát. Először vagyok ezen a versenyen. Legutóbb is szerettem volna eljönni, de akkor a Covid megakadályozott ebben. Egyébként nem csalódtam, csodálatos a helyszín és egészen fantasztikus a szervezés. A személyzeti segítőkész, ami nagyon fontos nekünk versenyzőknek. Azt hiszem, hogy jövőre is visszatérek majd ide. Ami pedig a magyar versenyzőket illeti, hát ők nagyon jók. Jól láthatóan nyerni akarnak, és nem csak itt lenni.
Alaposan megnehezítették a dolgomat. De mondom még egyszer, nagyon jó volt a szervezés. A FOTI versenyt ezúttal is megtisztelte Kövér László, az országgyűlés elnöke, aki egyben a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesület elnöke is. A politikus egyébként a kezdetektől segíti a gyermekmentő szolgálat munkáját. Amikor én annak idején rendszerváltás környékén érettségiztem, akkor a TS lovak már nem nagyon voltak, meg másfajta lovak meg még nem nagyon voltak. Hogyan alakult az elmúlt 20-30 esztendőben Magyarországon a lótartás? Valóban, ahogy ön is mondja, hogy volt egy mélypontja a lótartásnak Magyarországon, dacára annak, hogy lovas nemzet vagyunk, amikor már a gazdaság nem igényelte a lótartást, sőt azok a egyéni gazdák is felhagytak a lótartással, akik még ezt tulajdonképpen a szocializmusban is magukének mondhatták, és aztán nem volt még a anyagi értelemben a polgárosulás sem újra azon a szinten, hogy lett volna egy szélesebb réteg, amelyik még megengedhette volna magának azt, hogy lovakat tartson, ez nem egy olcsó mulatság. Most azért eljutottunk arra a szintre, hogy van egyrészt egy elit sport is. Van már olyan réteg, amelyik megengedheti magának, hogy lovat tartson, azt valahol gondoztassa, versenyeztesse, utaztassa az ország vagy a Európa különböző pontjain. Meg talán a lovas terápia mellett azért a természetvédelemhez kapcsolódóan is a lovas turizmus is megerősödik, tehát egyre több olyan hely van, ahol hozzáértő szakemberek foglalkoznak azokkal, akik hát nem lesznek soha versenyszerűen lovasok, de szeretnének mondjuk egy jó hétvégét eltölteni úgy, hogy azon belül lóhátra is ülnek egy-két óra vagy egy-két kilométer erejéig. Néhány évvel ezelőtt a parlamentben is Lezsák Sándor vezetésével elindult meg lovas embereknek a közreműködésével elindult egy olyan program, ami megpróbál anyagi és szakmai segítséget is nyújtani mindazoknak, akik a lótartással foglalkoznak, vagy ezzel a gondolattal foglalkoznak, annak érdekében, hogy azért ez lehetőség szerint minél inkább szakmai keretek között zajoljék. A FOTI verseny egyik különleges eseménye volt a Paralovasok bajnoksága. A Magyar Paralimpiai Bizottság elnöke szerint sok ilyen helyszínre és versenyre lenne szükség ahhoz, hogy elérhessék távlati céljukat. Ez pedig természetesen nem lehet más, mint magyar versenyzőt kvalifikálni a paralimpiára. Régóta készülünk, régóta tervezgetjük, hogy ebben a sportágban is egy olyan fejlesztést el tudjunk indítani, ami talán kijuttatja akár a paralimpiára is a legjobb paralovasokat, de ettől, hogyha nagyon őszinték vagyunk, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy még messze állunk. Mindazonáltal egy ilyen verseny az mindig egy jó lehetőség arra, hogy népszerűsítsük is a sportágat, meg egy kicsit bevonjuk azokat, akik érdeklődnek, úgyhogy mindig nagy örömmel jövök, amikor paralovas bajnokságot szerveznek. A Szentgyörgyéjban Szokola Csaba és a 8 éves Don Dövró párosát láthatjuk. A Pej Hannoveri ez kategóriában fiatalonok számít, és ahogy az érzékelhető is, nagyon koncentrált lovaglást igényel a nemrég Európa-bajnokságon is szépen helytált lovasától. Vélhetően a mostani az első komoly megmérettetésük nehéz osztályban. Ennek fényében az itt elért második helyezés nagyon szép jövőt ígér számukra. Hogyan érdemes nézni ezt a sportágat? Hogyan érdemes a szépet megtalálni azon túl, hogy nyilván egy lovat látni már önmagában is jó? Én ezt a hasonlatot szoktam előhozni, hogyha előadásokat is tartok, hogy egy kicsit talán egy tánchoz vagy egy műkorcsolja programhoz lehet ezt hasonlítani, de talán a tánchoz annyiban jobban köthető a dolog, hogy két élőlény közös táncáról vagy közös tevékenységéről van szó, ahol nyilván van egy nehezítő tényező, hogy itt a ló nem tud beszélni. Barbankon Morgant láthatjuk. A világkupa pontokat is adó rövidített nagydíjban Sir Donnerhart lovagolja. Neve elárulja, hogy a legendás örökítő hatással bíró díjló Donnerhart génjeit is magában hordozza. Jobbra féloldalazással ér a falhoz, ütemes, egyenletes, szép lebegtetett ügetés, és ebből a kádencírozott lendületes mozgásból vélhetően, igen,
egy puha, észrevétlen segítségekkel lovagolt átlovagol, és a hátralépése is egyenes, tiszta lábsorrendű. A megindulása is határozott, a folytatása pedig egy passzázs előkészítés pillanatait láthatjuk. A ló mozgásán nyoma sem látható korábban szerzett súlyos sérülésének. A passzázs és a piaf tiszta és ütemes. Mind az öt bírónál első helyezést érően nagy fölénnyel nyerték meg a versenyszámot. A verseny legnagyobb profia után pedig következzenek azok, akik talán egyszer majd szintén profik lesznek. A fúti utánpótlás korú gyerekek mutatják be ezt a karusszelt. Nézzünk bele! Most rövid szünet, majd folytatjuk a nemzetközi és nemzeti díjlovas verseny, valamint lovasterápiás verseny összefoglalóját. Maradjanak velünk! Ismételten köszöntöm a kedves nézőket Fótról, a Magyar Lovasterápia Szövetség és a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat díjlovas és lovasterápiás versenyéről. Az idén már 17-szer megrendezett eseményre ezúttal 9 országból érkeztek lovasok, köztük olyanok, akik a nemzetközi élmezőny tagjai. De újra eljöttek a világ legelismertebb bírái is. That's my second time I'm here. Másodszor vagyok itt, és most is úgy gondolom, hogy tökéletes feltételeket teremtettek a lovasoknak a szervezők. Minden a helyén van, vagyis még kapkodás sincs. Ez azért nagyon fontos, mert így a sportolók minden stresszfaktort ki tudnak zárni, csak a versenyre koncentrálnak. The most important is the harmony with the horse. Milyen egy jó versenyző? A legfontosabb, hogy meglegyen a harmónia a lóval. Érezzük rajtuk, hogy kiegyensúlyozottak, boldogak, és azt lássuk, hogy kényelmesen mozognak együtt. Az ember nagyon kedves legyen az állattal. Amikor valaki nagyon kifejezően energikusan lovagol, akkor nagy örömmel adunk magas osztályzatokat. I think it's a wonderful opportunity because people. Szerintem csodálatos lehetőség, hogy egymás mellett versenyeznek egészségesek és fogyatékkal élők, mert az embereknek látniuk kell, hogy a lovasport mindenkinek szól. A fóti versenyre ismét nevező francia lovashölgy Barbancon Morgan ezúttal 3 lovat is elhozott magával. Nagy díjban ezek közül 2-vel is elindult. Most a nagydíjas évei elején járó, 10 éves sárga Westfáliait, Deodorót lovagolja. Ügetésben féloldalazást mutatnak be a jobb kézre, óvatosnak tűnő, türelmes végrehajtással, és most igen egy szépen előkészített ügetés állj átmenetet, amivel talán egy picit belemozdult, de a hátralépés egyenes, aktív lépésű. A megindulása határozott volt. A nyújtott ügetés előkészítése szintén nagy körültekintéssel történt. A versenyszámot meg is nyerte, és a második helyet is ő szerezte meg Bolero nyergében. A rendőrségtől soha nem állt távol a ló, már amikor a csendőrségek megalakultak, a zsandárság működött, aztán később a Magyar Királyi Rendőrségnél is a lovasszolgálatok mindvégig részesei voltak a napi szolgálatellátásnak. És hát elárulok egy titkot, nekem a lánykori foglalkozásom állatorvos, tehát így nem áll messze tőlem a ló. Ráadásul itt egy nagyon szerencsés
találkozás van, egy nemzetközi gyermekmentő szolgálat működik a maga szolgáltatásaival. Ez egy rendkívül nemes eszme, és az, hogy pártolja az állatokkal való együttműködést, az azt jelenti, hogy nekem itt a helyem minden egyes verseny alkalmával, és én minden különösebb kérés nélkül is boldogan és örömmel jövök, hogy lássam a fiatalokat, hogy hogyan dolgoznak a lovakkal. Négy nemzet 12 lovasa nevezett a junior versenyszámokra, köztük a képen látható Felvinci Lilla is. Lova Bonjour Majlund, egy 10 éves dán melegvérű mén, aki mozgásában és küllemében is a modern díjlovat testesíti meg. Vágtaugrása hatalmas, vágtafélódalazást láthatunk térölő vágtaugrásokkal, és vélhetően egy ugrásváltás következik, nagy lebegőfázissal. Így van. Megismételve tavalyi teljesítményét, e versenyen is megnyerte a versenyszámait, a verseny legeredményesebb magyar lovasát láthattuk. Lassan 2 évtized támogatjuk a Nemzetközi Gyermekmentőszolgálatot, illetve ezt a rendezvényt is, és azt gondolom, hogy egy nagyszerű alkalom, hogy a márkát is megmutassuk, illetve hát nekünk is nagyon fontosak a gyerekek, illetve az egész lovasterápiás központ, úgyhogy ezért támogatjuk. Ma itt részt vett a rendezvényen, hogy érezte magát, mit látott a mezőnyből? Én azt gondolom, hogy fantasztikus rendezvényt láttunk, tehát az egész tökéletesen meg van szervezve, tökéletes idővel és nagyszerű lovassal. El kell mondanom, a győztes ló még az olimpián is kim volt a lovasával együtt, egy francia hölgy nyert, úgyhogy nagyszerűen alakult a nap. I'm happy to be here again and see how this location and the tournament and everything around has... Örülök, hogy újra itt lehetek, és évről évre figyelhetem, miként fejlődik a helyszín és a versenyszervezés. Korai éveimben, amikor fiatal voltam, én is díjlova voltam Németországban, és ez a helyszín mindig a gyerekkoromra emlékeztet. Rengeteg időt töltöttem ehhez hasonló pályákon. Junior zenéskürben a tavalyi évhez képest látványos fejlődést mutató Dicső Mirát ezúttal Foxtrot nyergében látjuk. Pirét után összeszedett vágta, és egy ugrásváltás, ami egy előkészítés tulajdonképpen, és egy piruettel kezdődő kis körben nyilvánult meg itt, majd a rövid falon meglátjuk, igen, ez is egy előkészítés, újabb feladat következik a körben, ugrásváltás, igen, sorozatformában mutatja be a kötelező ugrásváltásokat, mire alig több mint 1%-kal szólt a második helyre, a legfiatalabb lovak közé tartozó 9 éves hannoveri herőtjével. Én 1995 óta vagyok Lions Club tag, a legnagyobb jótékonysági szervezet tagja, így nem áll távol tőlem az, hogy jó szolgálati tevékenységet folytassak, és hát ezt külön fontosnak tartom, hogyha sérült személyekről van szó, az ő támogatásuk bármilyen formában, és itt elsődlegesen nem anyagi támogatásra gondolok, mert az a legegyszerűbb, hanem személyes segítésre, támogatásra. Így örömmel fogadtam el a felkérést Edvi Pétertől, hogy a mai versenyen legyek házigazda. Azt nem gondoltam volna, és ez külön megtiszteltetés számomra, hogy a nagy díjnak a futamán lehetek házigazda és védnök, és köszönthettem a versenyzőket, és majd adom át a díjat. Én ezt egy nagyon fontos tevékenységnek tartom, és azt gondolom, hogy például is kéne, hogy szolgáljon mások számára, hogy vannak olyan kötelezettségeink, amely sérült, hátrányos helyzetű személyek megsegítésére vonatkozik. A klasszikus nagydíj indulója volt Szalai Nikolett, aki ezúttal is hűséges társa Willy de Hit nyergében lovagol. Pár lépés beiktatásával hajtotta végre az állj feladatot, de hátralépése tiszta, ütemes és aktív lépésekkel hajtotta végre, és klasszikus szárvezetéssel lovagolja 16 éves társát. Az ugrásváltás minden másodikra egyenes és lendületes. A kétszeres magyar bajnokpáros szintén tagja volt a néhány hete Európa-bajnokságon versenyző magyar csapatnak. Ezúttal
a negyedik hely jutott nekik. Zoli, először is köszönjük szépen, hogy eljöttél erre a rendezvényre, azért egy háromszoros olimpiai bajnok az nagy megtiszteltetés az itteni versenyzőknek is. Van-e egyébként azon kívül, hogy sport, bármi közöd a lóhoz? A lóhoz természetesen semmi közöm nincsen, de viszont nagyon tisztelem és nagyon elismerem a lovas sportot, és én minden olyan sportok felé óriási tisztelettel vagyok, tehát eleve a sportok felé nagy tisztelettel vagyok, de az olyan különleges sportágok felé, amit nem tudnék űzni, és nem is szeretném, hogy félek tőle, lásd a lósport, azért még hatalmasabb tiszteletem van, tehát én nagyon-nagyon szeretem a lósportot, most már kezdek szakértő lenni, ugyanis évek óta kijárok ide, de félek a lóaktól, mert félek felülni a lóra, félek, hogy sérülés veszélyes, de egyszer az jó lenne kipróbálni, tehát kb. Ennyi közöm van a lósporthoz, hogy nagyon nagy rajongója vagyok. A háromnapos verseny végén a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat alapító elnökét, Edi Pétert kértük meg arra, hogy összegezze a látottakat. Mondja el, hogy sikerült-e megvalósítaniuk azokat a célokat, amelyeket maguk elé tűztek. Igazából nagyon jól éreztem magamat, a bírók kiválóak voltak, a stábunk nagyon jól működik, tehát hogy tényleg mindent szépen megszerveztek. Én azt gondolom, hogy ennek örülhetünk. Ha jól láttam, a versenyzők is jól érezték magukat, és ha jól látom, akkor mindenki megelégedetten, talán egyesek még boldogan is mennek haza. Mennyien dolgoznak azon, hogy ez a rendezvény ilyen tudjon lenni? Mert ugye mi, akik látogatóként jövünk, csak azt látjuk, hogy itt mennek az események egymás után flottul. Én azt gondolom, hogy körülbelül 80 önkéntes segítünk van, és 20-an, akik meg profi módon segítenek, csinálják a dolgokat, például a bírók. Mennyire fárad el ön ilyenkor? Azért önnek minden versenyszámban ott kell lenni, megnyitón, díjátadón, meg egyébként is. Ez hozzátartozik a munkámhoz. Én azt gondolom, hogy nyilván ma este az 1000 méteres síkfutáson már nem indulnék, de azt gondolom, hogy ez teljesen rendben van. Jó hír, hogy jövőre is megrendezik majd Fóton a nemzetközi és nemzeti díjlovas versenyt, amely már a 18. lesz a sorban. Már a tervezett időpont is ismert, 2022. szeptember 30-a és október 2-a között versenyeznek majd a magyar és külföldi sportolók Fóton. Most rövid reklám, majd jön a lovas terápiás verseny összefoglalója. Maradjanak velünk!